Nagy Tamás önkormányzati képviselő szólított vagy hívott fel arra, hogy gyűjtjük az 1 és 2 forintosokat, úgyhogy meghívtuk Nagy Tamást a stúdióba, akit szeretettel köszöntök. Na hát, mikor indult az ötlet? Körülbelül ezelőtt egy másfél hónappal indítottam el ezt az akciót, aminek hasonlóan több más kezdeményezéshez az volt a lényege, hogy gyűjtsük össze az 1 és 2 forintosokat, viszont emellett én egy másik indokot is megfogalmaztam, hogy próbáljuk ezeket az érméket itt Cegléden tartani, hiszen nagyon sok olyan helyi jó ügy van, amit szerintem érdemes támogatni. Erre visszatérünk majd. Másfél hónap alatt mik a tapasztalatok, mennyi gyűlt össze ezekből? Egyáltalán kiket szólítottál meg, hogy hozzák az 1 és 2 forintosokat? Igyekeztem minél nagyobb rétegekhez eljutni, és igyekeztem, hogy a város lehető legtöbb pontján megtalálhatók legyenek ezek a gyűjtőedények, és a kezdeti vélemények mára nagyon megváltoztak. Először voltak, akiktől azt hallottam, hogy kár az időt pocsékolni erre, az embereket úgyse fogja érdekelni, és ha jobban belegondolunk, akkor azt mondták akkor ezek a hangok, hogy ebben a felgyorsult világban az emberek már régen kiábrándultak abból, hogy higgyenek valamiben, hogy összefogjanak egy közös jó ügyért. És én már azt látom, hogy megcáfoltuk ezeket a kétkedőket, ugyanis közel negyed tonnányi 1 és 2 forintot gyűjtöttünk össze. És milyen összeg lehet olyan? Nem szeretnék találgatásokba belemenni, viszont azt lehet tudni, hogy mennyibe, hány gramot nyom egy darab 1 forintos, illetve egy darab 2 forintos. És ha ezekből elkezdünk számolgatni, akkor azt mondom, hogy 200.000 forint körül járunk, de ez egy nagyon durva becslés, hiszen nem súly alapján lesz a beváltás, hanem érményként, névértéken. És nagyon sok 10, 20, 50 és 100 forintos érme is található ezekben a gyűjtőedényekben. Hol vannak kihelyezve ezek a gyűjtőedények? A város több különböző pontján, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki a legapróbb segítséget is nyújtotta. Kereskedelmi egységekben, üzletekben próbáltuk meg elhelyezni, hiszen ott a legcélszerűbb, ahol az emberek amúgy is nap mint nap fizetnek ezekkel az érmékkel, és mivel március 1-től nem lehet már fizetni ezekkel az érmékkel, észszerűnek tűnt, hogy az emberek szívesebben bedobják ezt, mint hogyha be kellene vinniük a postára, és ott rólnézve be kellene dobálniuk. Hát van azért még egy kis idejük, ahogy számolgatom, 10 nap, ugye? Igen, körülbelül annyi áll a rendelkezésre. Még, otthon szétnézzenek a bukszában. Én remélem, hogy minél többen szétnéznek, és minél többen bedobálják ezekbe a gyűjtőedényekbe, hiszen nagyon fontos, mert egy nagyon jó célt fognak ezek az érmék. Na nézzük akkor, milyen célokat szolgál. Két bölcsödei alapítványt választottam ki, amikor elindult ez az akció, hiszen őnáluk ez a kis segítség is nagyon nagy segítség lehet, és biztos vagyok benne, hogy ez az összeg a gyerkőcök mindennapjait fogja szebbé tenni, akár játékokkal, akár más olyan eszközökkel, amire nap mint nap szükségük van. A pénz felhasználását, elköltésének útját fogja valaki ellenőrizni? A pénz elköltését teljes mértékben a két alapítvány vezetőjére bíztam, hiszen ők tudják legjobban, hogy mire van szükségük. Én ebben nem szeretnék beleszólni, és szerintem nincs is jogunk ebbe beleszólni. Hiszen ha az ő javukra gyűjtünk, akkor engedjük meg nekik, hogy ők döntsék el, hogy mire fordítják ezt az összeget. Ugye azt lehetett hallani a korábbi híradásokból, hogy március 1-ig lehet fizetni ezekkel az érmékkel, de utána még jó ideig be lehet váltani. Most itt nagyobb pénzérmék is vannak, ahogy utaltál rá. Hogy történik egy ilyen procedúra, egy ilyen beváltás? Igazából főleg ilyen nagy mennyiségben, mert ugye 10-20 forintnál egészen más a helyzet. Igen, szerencsére nem kell szétválogatnunk érmetípusonként ezt az összeget, hanem 15 kilós zsákokat kell ebből összeállítanunk, és a Magyar Nemzeti Bankhoz fogom felvinni ezt az összeget, ahol van egy gép, ami érmetípusonként szétválogatja, és névértéken fogjuk megkapni az összeget, ami ezért jár. És azt pedig már könnyen a bankszámlára kerül, az alapítvány bankszámlájára. Csatlakoztak-e helyi civil szervezetek vagy magánszemélyek ehhez a kezdeményezéshez? Én azt látom, hogy nagyon sok magánszemély csatlakozott ehhez az akcióhoz, és ez bizonyítja az a közel negyed tonna, amit sikerült összegyűjtenünk, és szerencsére üzletek kerestek meg azzal, hogy szeretnék, hogyha náluk is kihelyezésre kerülne egy ilyen gyűjtőedény. Ennek köszönhetően több mint 25 helyen gyűjtjük már az 1 és 2 forintosokat. És még egyszer szeretném megköszönni az üzleteknek, ahol gyűjtik ezeket az érméket, a dolgozóknak, akik odafigyelnek a gyűjtésre, és mindenkinek, aki a legapróbb segítséget felajánlott, és persze mindazoknak, akik bedobálták a saját érméiket, hogy egy közös jó ügyet szolgáljanak. Ígérem, van otthon egy persejem feltöröm, szétnézek. Köszönöm. Benne még. És azt is ígérem, hogy nyomon követjük a pénzútját, és visszatérünk rá, hogy a bölcsödések mindennapjait hogy tettek kellemesebbé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést.